Nos, srácok, ahogy ígértem, lesz egy kis lengyel túra, ide értem. Bemutatom nektek, hogy Európa legnagyobb Jack Daniels szobor készítői, akik az egész európai piacot beterítik a repterektől kezdve a promóciós helyeket, és itt vagyok most náluk, majd fordítom lassan a kamerát, és ahogy látjátok, mintha egy kis Lynchburgbe érkeztem volna meg, a kis házikó, és minden a Jack Danielsről szól. Tábla. És ez a két srác, akihez jöttem, szerintem mindent is megvalósítanak, ami igazán a Jack Danielst szimbolizálja, és ez Jack Danielsről van szó. Ahogy látjátok, Gentleman Jackes kis kút. Itt volt nagyon sok dolog múltkor, úgy látszik, itt folyamatosan adják el a dolgokat. Jack Daniels-es fal, és akkor mutatom, hogy most az én szobromat pont finiselik. Itt is egy Jack szobor. És pont most csinálják az aranyborítást rá. Fú, de jól fog kinézni. Végre. Hát itt a minden, ami a Jack Danielsről, srácok, szóval 66-os út. Itt készítik, ennyi mini Jack van. Ez valós nagyságú. Jack Danielsnek ugye a tábla, mon. És itt az úriember, aki a megalkotója. Ma már úton vagyok visszafele haza, itt van mellettem a kis szobor. És a srácok nagyon jó fejek voltak, kaptam egy-két kis ajándékot, majd azt is bele fogom rakni nektek itt a videóba. Hát, Jack bácsi már mellettem ül. Majd lassan mutatom, hol fogok megállni, és milyen helyeken szoktam viszkiket nézni, addig is sziasztok. Palmát vettem is, mert elég jó árban van. Aztán Jack Valentine's, Johnny Gold, sima Red Label, Single Malt, Whisky Grand Steel, 12-os, Chivas Extra Age, Bullet, 12, Whisky, szóval elég sok fajta van, ahogy látjátok, és ez csak az egyik volt. Ugye? Teljesen ugyanis meg vannak csinálva. Itt is. Jól néz ki. Most bejöttem a metróba. Itt van egy pár bourbon, amit otthon is lehet kapni. Illetve Jack Shore, Woodford, Hibiki, Tullamore, 12 single malt, aztán Cardu, Okantosan, Famous Grouse, Chivas 12, Extra 15 éves, Bali 12, Glenfiddich, Singleton. Kb. 1200 km után hazaérkeztem, és már beraktam a Jacket a szobába, szóval gyertek, megmutatom, hogy is néz ki. Én már nagyon izgatott vagyok.
Ha-ha, szevasz, uram! De jól nézel ki. Hát és akkor, ahogy itt látjátok, a kis stúdió, whisky szoba, honnan szoktam bejelentkezni TikTokra, meg Instára, és itt a szobor is most már, majd egy-két kóstolóra fog velem jönni, meg kaptam a srácoktól egy ilyen szinatrás párnát, ami nagyon király, és hát a Jack bácsit ugyanúgy egy kis paddal együtt, szóval ez volt a kis lengyel túra. Volt egy kis bemutató a szalonról, hogy hol csinálják ezeket a fantasztikus dolgokat. Volt egy kis shoppingolás is, ugye vettem egy pár italt, és nagyon sok minden volt szerintem. Ha tetszett ez a videó, akkor légy iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, és igyekszek nektek minél több tartalmat csinálni, illetve minél több videót készíteni, de a TikTokon is folyamatosan csinálok videókat, és majd itt YouTube-ra is fogok feltölteni egy-két koktélreceptes videót, szóval addig is iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és jönnek a tartalmak. Sziasztok!